A parton áldogálva Máté Péter a csörge tó körüli állapotokat fejtette ki. A tiszta víz szemmel láthatóan árulkodik a minőségéről. A vízminőség kiváló, mint látjuk, egy ilyen aszályos időszakban, amikor rettentő meleg van, a víz akkor se békarencsés, teljesen tiszta, gyönyörű, kristálytiszta vízről beszélünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a csörgető vízminősége az kiváló jelenleg. A környéke jelenleg rendezetlen, de vannak elképzelések ennek javításával kapcsolatban. Kiránduló helynek alkalmasnak kellene tenni, jelenleg azért nem elég rendezett a környezet, ezen mindenképp szeretnénk változtatni. Sajnos sokan visszaélnek a hely adottságaival, nem törődnek a természettel és rombolják a környezetét. Azért, hogy ezt megszüntessék, kamerákat fognak elhelyezni a part több pontján is, amelyeknek a beszerzése már folyamatban van. A tó múltjára visszatekintve sokakban felmerül a kérdés, hogy terveznek-e még ide a jövőben nagyobb társasági eseményeket. A rendezvények tartására akkor volt alkalmas a csörgető valójában, amikor kiszáradt a meder. Jelenleg a meder nem áll rendelkezésre. Az erdőbe egy fás terület, amennyiben ez kisebb társaságoknak alkalmas lehet, inkább kiránduló helynek gondolnánk. A csörgető közelsége miatt is remek kirándulási lehetőséget nyújt a környékbelieknek, ami nem csak a hattyúnak, de az embereknek is kellemes feltöltődési opció.